Az erdélyi városok többségében nem drágul idén a parkolás, de Marosvásárhely kivételt képez. Itt januártól többet kell fizessenek azok, akik a központban hagyják gépjárműveiket, ráadásul jelentősen növelték a parkolási díjköteles utcák számát is. A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság már elkezdte a táblák kicserélését, hisz az önkormányzat által módosított parkolási szabályzat értelmében eddig négy utca tartozott a nulladik övezetbe, ezután 14 lesz ide sorolva. Ez azért fontos, mert növekedtek a parkolási díjak is, a nulladik övezetben a 30 perces parkolás három lejbe, az egy órás öt lejbe kerül, míg azokban a belvárosi utcákban, amelyek az egyes övezethez tartoznak, fél óráért két lejt, egy óráért három lejt, egy napi helyért pedig 10 lejt kell fizetni. Ugyanakkor a második kövezethez tartozó utcákban csökkennek a parkolási díjak, de ide is több utca tartozik, mint eddig. A díjköteles utcákban lakók számára az éves bérlet ára 200 lej, az általános parkoló bérlet pedig 500 lej. A nulladik kövezetben nem lehet bérletet váltani, az itt lakók a környező utcákban parkolhatnak majd. A helyi tanácsosok úgy döntöttek, hogy megemelik a parkolási díjakat, de csak a nullás és az egyes Zónában. A többi területen a tarifák változatlanok maradtak, viszont a kettes zónában a tarifák enyhén csökkentek. Valójában ez egy infláció mértékével növekvő módosítás. Ehhez képest több városban is a régi tarifák maradnak érvényben, az árak viszont településenként változóak. Kolozsvár belvárosában egy félórás órás parkolásért három lej 50 banit, egy óráért 7 lejt, két óráért pedig 14 lejt kell fizetni. A város központban a kettes egy havi parkolóbérlet magánszemélyeknek 100 lej, céges autók esetében pedig 140 lej. A negyedbeli parkolóházakban az éves bérlet 110 lej a magánszemélyeknek, céges autók esetében már 840. 40 lejt kell fizetni. Sepcsiszent György belvárosában is díjköteles a parkolás, a díj egy órára két lej, a központi parkolóban pedig egy lej. A fizetéses övezetben lakó magánszemélyek kedvezményes parkolóbérletet válthatnak. A kedvezményes bérletek ára a helytől és az érvényességi időszaktól függően változik, egy hét 12 lej 50 bani és 15 lej között, még egy hónap 35 lej és 50 lej között mozog. Csíkszereda esetében változtak ugyan a parkolási zónák, a díjak viszont itt is a régiek maradtak. Ennek értelmében egy óráért egy lejt, egy napért öt lejt kell fizetni, míg egy hónap 25 lejbe, az éves bérlet pedig 200 lejbe kerül. Nagyváradon sem változtak az idén a parkolási díjszabások, a sárga felfestésű parkolóhelyekre vásárolt jegyek, fél órára egy lej 30 bani, egy órára két lej 60 bani, két órára öt lej 20 bani, azoknak pedig, akik valamelyik emeletes parkoló közelé laknak, egy hónapra 40, három hónapra 110, hat hónapra 210, egy évre pedig 400 leért bérelhetnek parkolóhelyet. A lakótelepi parkolóhely bérlése egy évre 100 lejbe kerül. Szatmár németiben kétféle díjszabályozás érvényes, a B zónában egy óráért két lejt, egy napért tíz lejt kell fizetni. A havi bérlet magánszemélyeknek 25, az éves bérlet pedig 190 lejbe kerül, míg jogi személyeknél ez 50 lej és 380 lej. Az állővezetben csak egy órás jegyet lehet váltani, ez pedig négy lejbe kerül. Bár a parkolási díjakkal együtt a fizetés mulasztásáért járó bírságok is változóak, ezeket az összegeket minden városban egyaránt meg kell téríteni.